Az evangélium hirdetéséhez szabadságra van szükség. Erről imádkoztak, és ezt kérték a keresztények, amikor megfenyegették őket, hogyha még egyszer hirdetik az evangéliumot Jézus nevében, és Jézus nevében betegeket gyógyítanak, akkor baj lesz. És akkor visszamentek a Gyülibe. Istenhez kiáltottak, és azt mondták: nyújtsa ki a kezét az Úr, cselekedjen csodákat, jeleket, és adja az Úr, hogy újra a görög kifejezés nem csak bátorságot jelent, hanem szabadságot is, hogy szabadon hirdethessük Istennek minden igényét. Amen. Szabadon lehessen beszélni a Róma egyről. Szabadon lehessen beszélni a eredeti tartalma, tartalma alapján a tíz parancsolattal. Amen. És még sorolhatnám tovább. Mert Jézus Krisztus haláláról és föltámadásáról lehet beszélni a legnagyobb elnyomás között is. Mert az, 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 azt tudják hitelteleníteni, mert annak a, 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 az állításnak, a valóságának a megismeréséhez szükség van szabadságra és a meg a bizonság tevésére. Ha egy olyan környezetet hozunk létre, ahol nincs szabadság, nem működhet a Szentlélek, az ige hirdetés nem szabad, Mondhatod, hogy Jézus Krisztus föltámadott és, és, és e, meghalt, senki nem fogja elhinni. Hidd el. Ezt mi átéltük. Üres szavak lesznek. Elveszítik a szavak a valóságukat. Mert ennek a, a, a világtörténelem legnagyobb tény, tényének akova hatása a szabad emberek, bátran, természetfölti erővel képviselik és hirdetik az emberek előtt. És ezért ugye a Sátának az a taktikája, félemítsük meg a prédikátorokat, félszegen, bizonytalanul mondják az evangéliumot, akkor úgyse születik meg senki beszélni ha Mert nincs itt prédikáló nélkül. De az, hogy a prédikáló úgy betöltse a teret, Szükség van neki szabadságra. A legnagyobb pusztítást a történelemben minden esetben az Ószövetségi Izraelre is vonatkozik, és az Új Szövetség népére is, mindig akkor tudta a sátán megszerezni, vagy a, a sátán elérni, amikor megszerezte hatalmat. Nem véletlenül a birodalmak okozták a legnagyobb kárt Izrael fiainak mivel hogy a jelenések könyveiben vannak olyan fejezetek, hogy ezt a jövőben nem zárja ki, hogy ilyen meg fog történni, ezért ugye az Istennek a gyermekei, akik a, a Bibliára és a proféciákra úgy néznek, mint a világító szövétnekre, éppen ezért az a világító szövétnek az sugja, és arról győz meg bennünket, hogy a fényt és a világosságot védelmezzük. Terjesszük és védelmezzük hirdessük az evangéliumot, és védelmezzük is az evangéliumot, hogy a, tovább, a, jövőben további családokba, településekbe, városokba be tudjon hatolni, és ki tudja fejteni azt a hatását, amelynek eredményeképpen az emberek elfogadják Jézus Krisztus megváltójuknak, szabadítójuknak, és betöltekeznek Szentlélekkel, és beépülnek Krisztus testébe, és Isten szolgái lesznek igazságban és szellemben.